Sziasztok! Én Csűri Stefán vagyok, és ebben a videóban a variálható ND szűrőről fogok nektek beszélni, ami véleményem szerint a fotósoknak, de leginkább a videósoknak a dolgát lényegesen megkönnyíti. Ha ez érdekel titeket, tartsatok vele! Lényegében erről fogok nektek beszélni, hogy pontosan is mit kell tudni róla, és mi is ez az ND szűrő, azt mindjárt elmagyarázom. Állítható ND szűrők segítségével bizonyos határok között fix fényértékkel ellentétben a lencse csavarásával tudod sötétíteni és világosítani a képet, azaz beállítani, mennyi fényt szeretnél beengedni a szenzorhoz adott záridő alatt. De akkor most nézzük is meg, hogy miért is fontos fotózáshoz ez az ND szűrő. Amikor nappal például szeretnénk a vizet bemosni, hogy szép, lágy legyen, nem az az éles, akkor szoktunk ilyen ND szűrőt használni, egyszerűen rácsavarjuk, és ugye szeretnénk hosszabb záridőt, vagyis körülbelül egy 5-8 másodperce, ha állítjuk, és a rekeszértéket levesszük egy ilyen 9-esre, akkor is többnyire kiszokott égni a kép, vagyis túl világos lesz. Na most ezt szeretnénk korrigálni, és az a lencse lehetővé teszi nekünk úgy, hogy egyszerűen elcsavarjuk, és több fényértéket állítunk vele, vagyis sötétebbé varázsoljuk a képünket, ezáltal az expozíciónk az pontosabb lesz. És láthatjátok majd itt a vágóképeken, hogy mi a különbség, ha például egy sima 1.50-es záridős képet készítünk, illetve ha egy ilyen 15 vagy esetleg 30 másodperc alatt elkészült képet készítünk ezzel az ND szűrő segítségével. Videózásnál, ugyanúgy mint fotózásnál, ugye figyelnünk kell a zárssebességre, az ISO értékre, illetve a rekeszre. Na most ugye, hogyha nappal szeretnénk egy szép elmosott hátterű videót csinálni, illetve hogy az előtérben legyen éles az témánk, és a háttérben pedig elmosodva lássuk a dolgokat, akkor egy 1.8-2.8-as rekeszt beállítunk, és utána az ISO-t általában ugye lehúzzuk 100-ra vagy 200-ra, hogyha lehetséges, hogy ne legyen olyan zajos a felvételünk. És az záridőt ennek megfelelően a fotózásnál megszoktuk, hogy úgy állítjuk, hogy az expozíció megfeleljen, de videózásnál az a különbség, hogy a záridőt általában a képkocka duplájára szoktuk állítani. Vagyis, hogyha 25 fps-be vettük fel a felvételünket, vagy azzal rögzítünk. Egyébként, hogyha nem tudnátok, mit jelent az fps, vagyis a képkocka per másodperc, akkor itt a jobb felső sarokba, ha rákattintotok, akkor meg tudjátok nézni, erről már csináltam egy videót, akkor általában ennek a dupláját, 50 szekundum záridőt szoktunk használni. Mert ekkor kapunk egy ilyen szép, elmosódott, egy ilyen blur hatást, egy ilyen filmes hatást, mert hogyha növelnénk ezt a számot, majd láthatjátok egyébként, ide is bevágom, vágóképe formájában majd észrevehetitek, hogy mi a különbség, ilyen éles mozdulatokat fogtok látni, nem lesz olyan természetes és nem lesz olyan filmes hatása, mint hogyha a képkocka szám duplájára állítottuk volna a záridőt. Ezekből a variálható ND szűrőkből többfajta márkából is választhattok. Én ezt a bizonyos K&F, vagy nem tudom pontosan, hogy kell kiejteni, márkát választottam. Ez 67 mm átmérőjű, az átalakító segítségével rá tudom tenni az 58 mm-es lencsémre is. És erre az van írva, hogy ND2-től 400-ig tudja az értékeket, vagyis akár 9-10 fényértéket is tudunk ezen az ND szűrőn állítani. Ezt az ND szűrőt elég kedvező árban tudtam megvásárolni, 33 euró volt. Majd, hogyha szeretnétek ti is esetleg ezt a szűrőt megvásárolni, akkor leírásban itt lent majd megtaláljátok ennek a terméknek a linkjét. Hogyha rákattintotok, akkor meg tudjátok ti is nézni, és ha tetszik, akkor esetleg megrendelni. Egyébként van ennek a szűrőnek egy Polaroid változata is, illetve ez a Polaroid márka, meg a Hoya, de ez a két márka lényegesebben drágább, ilyen 60-70 euróig is elmehet az ára. Ez a márka, amit én vásároltam, ez kicsit olcsóbb,
illetve hát lényegesebben olcsóbb. Minőségben szerintem megközelíti azt a másik két márkát, lehet, hogy nem teljesen olyan minőségű, de amire én használom amatőr szinten, szerintem nekem teljesen elegendő. Reményeim szerint összefoglaltam, elmondtam, amit szerettem volna erről a variálható ND szűrőről. Remélem, hogy sokaknak tudtam ezzel segíteni, és hogyha szeretnétek megvásárolni, akkor lent a leírásban megtaláljátok a linkjét ennek a terméknek. Örülök, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor légy szíves, egy lájkot dobjatok rá. Ha nem vagytok még feliratkozva, akkor ne felejtsétek megnyomni a feliratkozás gombot, és remélem találkozunk a következő videóban. Sziasztok!